szülei generációját. És elgondolkodik. Ez a hosszú hetényi almalomb, amit egy több generációs családi birtokból alakítottak át, egy olyan különleges helyszínné, ami már több elismerést kapott. A cél az volt, hogy megtartva minden épületet és modernizálva azokat, alkossanak egy vendéglátó szálláshelyet. Egy éttermet, rendezvényhelyszínt, illetve szállást hozunk létre. Úgyhogy jó pár éves felújítást követően 2015-ben nyílt meg az almalomb, és aztán folyamatosan fejlesztettük a szállást, végül a Covid utánra készült el. Tehát a mai nap mondhatjuk azt, hogy van egy Michelin zöld csillaggal kitüntetett étterem, egy UNESCO ICOMOS-díjjal kitüntetett épületegyüttes, ami egy országosan jegyzett műemlék, vízimalom egyébként, ami nem nagyon látszik rajta, mert a házon belül van a szerkezet, és ezt a malom szerkezetet megőriztük, felújítottuk és integrált részévé tettük az étteremnek. Itt tartotta a Pécs Baranyai Kereskedelmi Siparkamara az Együttműködünk elnevezésű üzletember találkozóját szeptember utolsó péntekén. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának van egy vállalkozásfejlesztési nagy programja, együttműködésben a Nemzetgazdasági Minisztériummal, és minden területi kamara kitalált egy koncepció mentén egy a megyei sajátosságokra építve egy programot, amiben van tanácsadás, üzletfejlesztés, képzés, és mi úgy gondoltuk, hogy egy B2B rendezvényt is megszervezünk a program keretében. Nagyon fontos, hogy a perifériális vállalkozások, akik perifériális térségekben dolgoznak, tehát jelesül Baranyavár megyében, nem Pécset, azok találkozzanak egymással, ismerjék meg egymást, legyen képük arról, hogy a szomszéd településen, akár a szomszéd faluban ki mivel foglalkozik. A B2B, az angol business to business rövidítése, és olyan vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek célcsoportjai szintén cégek, nem pedig magánszemélyek, vagyis a B2B a vállalatok közötti üzleti kapcsolatot fejezi ki. Ez az együttműködés a baranyai gazdaság erősségét jelenti, ami segít a válságok túlélésében, mondja a főtitkár. Válságról válságra gyötörjük magunkat, és a Covid járványnak az egyik utóhatása, hogy a személyes találkozások azok megritkultak. Nem csak a válság idején, hanem utána is valamiért leszoktunk róla, hogy személyesen találkozzunk, beszélgessünk, barátkozunk egymással. Ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan lehetőségeket szervezzünk, ahol a vállalkozások személyesen találkoznak egymással, kezet szorítanak, beszélgetnek, barátkoznak egy jó pohár ital mellett, megismerik a másik tevékenységét. A személyes kapcsolat azért jó, mert jobban erősíti a bizalmat, mintha csak az online térben találkoznának ezek a vállalkozások, mondja Rabszabolcs. Az üzletember találkozóra 104 vállalkozás kapott meghívót Baranyából.